Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a 35 perc, a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Egy közönségszavazás alapján az év kerékpár útja lehet, amint egy 50 km hosszúságú beregi kör. A szavazás szerdáig tart. Részletek később, de előtte mutatjuk a teljes kínálatot. Újabb görög katolikus bölcsőde, már be is töltötték a férőhelyeket Mária Pócson. Függőség, sok fiatalt érint, összehangolt munka van ellene. Versenyben az év kerékpár útja lehet a beregi kör. Néhány hete kezdte meg működését, de már is megtelt a 24 fő befogadására alkalmas új görögkatolikus bölcsőde Mária Pócson. Az intézmény megáldása alkalmából szervezett rendezvényen Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a közelmúltban 17 bölcsőde és 10 óvoda épült vagy újult meg közel 7 milliárd forint értékben. Ha pedig ehhez még az iskolákat érintő beruházásokat is figyelembe vesszük, akkor több mint 10 milliárd forint értékű támogatás érkezett a választókerületbe. Az ebéd utáni alvás időben már csak Mira és Zsombor van ébren az Angyalka csoport tagjai közül. 2024 áprilisában kapta meg működési engedélyét az új Mária Pócsi görögkatolikus bölcsőde, amelyet Szocska Ábel megyés püspök áldott meg ünnepi ceremónia keretében. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Az eseményen a polgármester úgy fogalmazott, jó ötlet volt átadni az egyháznak az intézményt. Több mint 60 éve élek itt a településen, és emlékszem, hogy itt magán kertek voltak, házak voltak, utána volt itt szolgáltalakás is. Körülbelül 15 éve épült az óvoda, és mellette ez a most átadó bölcsőde, mi magán épületek voltak, hogy miért mondtam a bevezetőmbe, hogy jó kezekbe adtuk, azért, mert látjuk, eltelt egy 5-6 év, és a görögkatolikus egyház vett át az oktatási rendszerünket, tehát az óvodát, iskolát, most már bölcsödét, és nagyon szépen fejlődnek, meg vannak a szülők elégedve, ezáltal az önkormányzat is meg van elégedve, és tényleg hálával tartozunk nekik, hogy jó kezekbe került. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a rendszerváltás óta nem volt példa ennyi beruházásra az óvodák és bölcsődék építése, illetve felújítása tekintetében. Emlékeim szerint 17 új bölcsődét építettünk, illetve újítottunk fel a Fidesz-KDNP kormány és az Európai Unió támogatásával. Ez mintegy 5 milliárd forintba került, de jó szívvel tettük, hiszen ez az első lépcsőfok, amikor a gyermekeink nevelésébe a közösség, akár önkormányzat, egyházközség bekapcsolódhat, azáltal, hogy bölcsődét üzemeltet. És ezen kívül mintegy 10 óvodát újítottunk fel, illetve épült az elmúlt évtizedben. Ez mintegy 1,5-2 milliárd forintba kerül. Ilyen formán a közvetlen nevelési intézményekre fordított összeg mintegy 7 milliárd forintot tesz ki. A képviselő hozzátette, ha az iskolákat is beleszámoljuk, akkor jóval 10 milliárd forint feletti az az összeg, amit oktatásra, nevelésre fordított a kormány a választókerületben. A rendezvényen a miniszterelnökség képviseletében részt vett Soltész Miklós, aki úgy fogalmazott, 2010 óta folyamatosan nő a bölcsödék száma. És amikor bölcsödékről beszélünk Magyarországon, akkor kezdetben nekünk, főleg akik nagy családban éltünk vagy élünk, voltak fenntartásaink a bölcsödével kapcsolatban. Mert azt is megéltük, és azt is mondtuk, hogy milyen jó az, és mennyire fontos az, hogy egy édesanya minél hosszabban együtt tud lenni a gyermekével, pici gyermekkel, fél évessel, egy évessel, vagy egészen hát ugye a 3 éves korig. Mennyire fontos ez a nevelés szempontjából. De azt is el kell fogadnunk, hogy nagyon nagyot változott a világ. Azt is el kell fogadnunk,
hogy nagyon nagy az a kihívás, amely elé a szülők állnak, édesanyák is állnak, és mindazok, akik akár munkahely, akár bármilyen oknál fogva nem bírják, nem győzik, vagy nem tudják a mindennapos nevelésben a gyermekeiket vállalni, ezért biztosítani kell számukra ezt a lehetőséget. És amikor az egész családtámogatási rendszert 2010 óta kialakítottuk, amiről mindenki tud, hogy mekkora nagy változás történt, mekkora a szemléletváltás is, nem csak anyagiakban, hanem akár erkölcsi értelemben, egyházi támogatásokon keresztül, és sorolhatnám tovább, annak egy pici része, de nagyon fontos szelete volt a bölcsöde építés is. És hát bátran ki lehet mondani, hogy 2010 óta több mint kétszeresére növekedett a bölcsödei férőhelyek száma az országban. Hatalmas nagy dolog ez, hiszen amikor átvettük a kormányzást 2010-ben 32 ezer férőhely volt, most meg már 65 ezer. És ezen belül, hála Istennek, nagyszerűen elindultak az egyházi fenntartóknak a bölcsödéi is. Hogyha fenntartói helyet nézünk, hogy hány bölcsöde van szerte az országban, azok közül 7%-ot, több mint 200 helyet az egyházak tartanak fönn, összesen 3000 gyermeknek, pici gyermeknek a nevelését vállalják, és ilyen értelemben, ahogy hallottuk, hála Istennek, a görögkatolikus egyház nagyon szépen, bőven kiveszi a részét. Köszönjük szépen Püspök atya és mindenkinek, aki ebben sokat tesz, hiszen tudjuk, hogy bár nevelés mindenhol van, hogy nagyon sok helyen meg tudjuk valósítani a szépet, de egy dolgot többet tudnak megadni az egyházaink, az pedig a lelki háttér, a keresztény tanítás, a hit. És én bízok abban, hogy az a küzdelem, amiben benne vagyunk az Európai Unión belül is, ez a gender LMBTQ őrület, azzal szemben országosan is fölvesszük a küzdelmet, de azon belül talán a erősebb támaszok, azok az egyházak. Azt hiszem, sokan nem szeretnénk, ha szakállas bácsik, most nem Püspök úrra gondolok, és polgármester úrra, akik ráadásul nem is biztos, hogy bácsik, azok nevelnék a gyerekeinket. Nem hiszem, hogy van olyan, akár baloldalon gondolkozó, akár jobboldalon gondolkozó szülő, nagyszülő, édesanyja vagy édesapa, aki ezt kívánná a gyermekének. Nem hiszem el. És éppen ezért az a küzdelem, amiben benne vagyunk, az nem csak arról szól, hogy a pénzeket megkapjuk jogosan, ami nekünk jár. Nem csak arról szól, hogy most azt a 73 évvel ezelőtti közösséget megóvjuk, megvédjük a háborútól és a békességet továbbra is megőrizzük, hanem arról is szól, hogy ideológiai szempontból föl tudjuk-e venni a küzdelmet, avagy sem. És én hiszem azt, hogy az a küzdelem, amiben benne vagyunk, pontosan az imádságnak köszönhetően, pontosan az ilyen kegyhelyeknek köszönhetően, és felújított zarándokhelyeknek köszönhetően, és annak is, hogy egyházaink intézményeket indítottak el, vettek át, újítanak föl, ezen keresztül ezt az ideológiai versenyt is föl tudjuk venni. És én ezt szeretném mindenkinek megköszönni, hogy ebben bátran vállalják mindazt, amire szükségünk van. Ha ezt nem tesszük meg, oda jutunk el, mint ahova eljutott Nyugat és Észak-Európa. És én nem hiszem el, hogy bárki ezt szeretni. A Mária Pócsi bölcsőde két csoportszobája mintegy 100 négyzetméteren pár hét alatt elérte a maximális 24 fős létszámot, mondta el az intézményvezető. Április 2-ával indult a bölcsőde, akkortól kaptunk hivatalosan működési engedélyt, akkortól fogadjuk a gyermekeket. Jelenleg Mária Pucsi gyermekek járnak a bölcsődébe, de az ellátási területünk egész Szabolcs megyére vonatkozik, tehát bárhonnan tudunk gyermeket fogadni, amennyiben szabad férőhelyünk van. A Noé bárkájára emlékeztető épület Európai Uniós forrásból mintegy 420 millió forintból épült meg. Az elmúlt évtizedekben nagy utat tettünk meg a drogfüggőségek természetének megértésében. Az egykor akaratgyengeségnek, majd személyiségzavarnak tekintett tünetegyüttese mostanra komplex jelenségként tekintünk, amit ma már sokkal inkább szerhasználati zavarnak hívunk.
Az ezzel kapcsolatos szakmai kérdésekről tanácskoztak egy múlt heti Nyíregyházán rendezett konferencián. Az ott szerzett tapasztalatokról is kérdezem most Erdély Ágnest, a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai elnökét. Jó estét kívánok, doktornő, köszönjük, hogy itt van nálunk. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, árulj el, hogy miért jött ez annó létre, miért van erre szükség, és mit is jelent? Nyíregyháza megyei jogváros már 1996 óta működteti ezt a úgynevezett KEF-nek rövidített Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, amely valójában egy koordináló testület, egy társadalmi vezetésű, hiszen az önkormányzat felügyeli, ellenőrzi a munkáját, irányítja, és emellett pedig egy szakmai emberek csoportját egyesítő testület, azokat a szakembereket egyesíti, akik ezen a területen dolgoznak. Ugye a nevében a következő kábítószer ügyekkel foglalkoznánk csak, de valójában ez minden tudatmódosító szer, illetve minden olyan fajta szenvedélybetegségre vonatkozik, amik valamilyen módon ebbe a formakörbe tartozik, hiszen azért, ha nézzük a igényt, meg egyáltalán, hogy szétnézzük magunk körül, akkor még mindig azt látjuk, hogy az alkohol az Magyarországon még mindig lényegesen nagyobb probléma, mint az egyéb tudatmódosítószereknek a használata. Tehát nagyobb probléma az alkoholfogyasztás, mint a kábítószerfogyasztás, akkor ezt el lehet mondani. A koordináló szerv, akkor ez mit jelent? Tehát kik azok, akiket koordinál? Tehát milyen szereplői vannak? Ugye szakemberekről beszél. Nagyon népes csapat tartozik ebbe a fórumba. Mindazok önkéntesen jelentkezhetnek, tehát ebben semmiféle kötelező jelentkezés nincs, hogy kijelölünk embereket, akiknek részt kell venni ebben a fórumban, akik úgy érzik, hogy szívügyüknek tekintik ezen a területen való dolgozást. Olyan széles ez a paletta, hogy a rendőrségtől kezdve az iskolákig, az egyházi szervezetektől a civil szervezetekig, az egészségügyi intézményi rendszerek különböző képviselői mind-mind ott vannak és ott ülnek a képviselőik ezeken az üléseken. És éppen azért, mert hogy ilyen széles csapattal dolgozunk együtt, ezért további egységekre oszlik ez a KEF, mert különböző munkacsoportjaink vannak, akik egy adott cél mentén szervezik a munkájukat. Tud mondani azért néhány példát? Igen, van a prevenciós munkacsoport, akiknek az elsődleges feladatuk a megelőzés. Hát ők azok, akik elsősorban az iskolákat, nevelőintézetekben, olyan területeken dolgoznak, ahol fiatalokkal könnyen kapcsolatot tudnak teremteni, és tudnak beszélni, tudnak segíteni a megelőző folyamatokban. Van a gyógyító munkacsoport, ami az elsősorban az egészségügyi szakmai ellátórendszereket öleli föl, tehát ide ugyanúgy hozzátartoznak szociális intézmények, mert hát van egy bemenet, meg van egy kimenet, ha valaki már felépül, ugyancsak dolgoznak ebben a munkacsoportban civil szervezetek is, akik pálalják azt, hogy a felépülőt támogatják, és a továbbiakban kísérik az útjukat. És van egy olyan, amit elsősorban a rendőrség képvisel, az ártalom csökkentéssel kapcsolatos, akik ugye azt, hogy ne is legyen igazából, mert ez úgy kezdődik, hogy van egy kínálat, van egy kereslet, ugye ők a kínálati oldalt próbálják meg a maguk eszközeivel megkeresni, de például a rendőrséggel kapcsolatban el lehet mondani, hogy ők a prevenciós munkacsoportban is nagyon sokat beledolgoznak, hiszen ott vannak, jelen vannak a mindenhol, és mindenhol. Tehát többféle tevékenységet is ellátnak. Tehát ők többféle tevékenységet látnak el, és igazából ez egy mesterséges szétválasztás, de a munkacsoportok azért egymás munkájába is, hiszen a egészségügyi, vagy a gyógyító megelőző ellátásban dolgozó munkacsoport is végez prevenciós munkát, tehát azért nagyon sokféle olyan tevékenység van, ami átfedi a különböző munkacsoportban dolgozó szervezeteknek a működését. És mi volt a téma a legutóbbi tanácskozáson? A legutóbbi tanácskozásnak az volt az apropója, hogy mi szakemberek adhassunk át egymásnak olyan információt, amivel megkönnyítjük egymás munkáját. Úgyhogy ez most itt a telepi körülmények között élő embereknek, akik ezekkel foglalkoznak, azoknak volt egy olyan fajta tanácskozása, ahol tényleg részt vett egy nagyon széles skálája a szakembereknek, hogy valójában mivel tudjuk segíteni azt, hogy hogyan tudnak hatékonyabban működni ebben a nehéz helyzetben, ahol ők dolgoznak. Mert hogy a kábítószerfogyasztás az főként akkor a telepi körülmények között élőket érinti? Nem, ezt egyáltalán nem mondhatjuk így. Ez csak a tanácskozásnak volt a témája. Igen, ez most a tanácskozásnak volt egy aktuális témája.
Ez azért próbáltuk ezt a csoportot megcélozni, mert úgy gondoltuk, hogy hatékonyabban tudunk együtt beszélni, hogyha mindenkinek a munkájának a specialitását is figyelembe vesszük. De ez nem azt jelenti. Ez azt jelenti, hogy akik ki akarják próbálni, akik esetleg időszakosan kipróbálják, és akik függők, azok mindenféle társadalmi csoportból kikerülnek, és nem mondhatjuk azt, hogy csak a mély szegénységben élők, vagy csak alacsonyabb szociokulturális körülmények élők veszélyeztetettek erre a területre. Tehát a kábítószer használat vagy fogyasztás az nem válogat, mondhatjuk azt is, nemre való tekintet. A kábítószer fogyasztás nem válogat, legfeljebb a használó válogat a szerben. A alacsonyabb jövedelmi viszonyokkal rendelkezők az olcsóbb és könnyebben megszerezhető szereket, ezeket az úgynevezett designereket vagy szintetikus szereket használják jobban, akik viszont jobb anyagi körülmények között élnek, és megtehetik, hogy az úgynevezett klasszikusokat használják, ott viszont azért azt látjuk, hogy a kokain használat, a különböző amfetaminszereknek a használata, vagy akár a marihuána használata az, ami gyakrabban előfordul. Még azért egy fontos tételkérdés. Mennyire jellemző Nyíregyházának kábítószer használat? Az, hogy milyen pontos számok vannak, azt nem tudjuk. Azt azért tudjuk, hogy az alkoholfüggőség egy ilyen, az is azért egy ilyen becsült adat, ezért minden hatodik embernek komoly problémája van az alkohollal. Ha ezt hozzátesszük azt, hogy az alkoholfogyasztóknak azért van családjuk, hozzátartozók, akkor ez egy ilyen elég jelentős embermennyiséget érint, akik ezzel a függőséggel, vagy ezzel a szerhasználati problémával szembenéznek. Az egyéb tudatmódosító szerek használata azért egy lényegesen kisebb arányban képviselt a társadalomban. Ott inkább csak azt látjuk, hogy a fiatalok gyakorlatilag tömegesen kipróbálják, hogy kíváncsiságból megpróbálják, de szerencsére ez még nem jelent rendszeres használatot, még nem jelent függőséget. Ami azért mondjuk egy ilyen 6%-os alkoholfogyasztás, akkor ugye azt mondjuk, hogy azért az mégiscsak egy lényegesen kisebb része, és talán a lakosságnak egy ilyen 0,5%-át, ha érintheti. Tehát igazából itt azért lényegesen kisebb mennyiségű ember számról beszélhetünk, akik ezzel a problémával kell, hogy szembenézzenek. De a következmények és az életükben, az egyén életében való negatív következmények azért nagyon súlyosan megjelennek. Szerintem minden gyermeket nevelő szülő retteg attól, hogy a gyereke nehogy kábítószerfüggő legyen. Mi a jelei ennek? Hát ugye a szülő leginkább azt veszi, hogy kipróbált a gyereke valamilyen szert, hiszen hála Istennek azért még nem függőséggel indul ez az egész dolog. De azért mindenképpen azt kell, hogy figyelje a szülő, hogy változott a gyereknek a magatartása. Valamilyen módon. Nem annyira érdekli már az iskola, megváltozott az alvás ébrenlét ritmusa. Mondjuk az a gyerek, aki egyébként is hajlamos volt rá, hogy éjszaka sokáig fennmaradjon, de most azt veszi észre a szülő, hogy már akár hajnali 5 órakor, amikor elalszik, vagy még tovább fönt van, akkor azért csak kellene egy kicsit beszélgetni, hogy mi történik veled, miért nem tudsz aludni, miért vannak problémáid. Ha azt veszi észre a szülő, hogy nagyon megváltozott a gyereknek a baráti köre azokkal, akikkel korábban barátkozott, most már nem úgy barátkozik. Ha azt veszi észre, hogy esetleg nagyon visszahúzódó, és csak a monitor előttől, hogy nem nagyon akar senkivel sem szóba állni, akkor megint el kellene kezdeni beszélgetni egy kicsit azzal a gyermekkel, hogy mik azok, amik őt erre felé vették, hogy ott hagyja a kortársait, hiszen átlagos esetben egy átlagos fiatal a kortársaival tartja a kapcsolatot a kortársaival, még ha akár informatikai eszközön keresztül is, de közös programok szervezésébe a kortársak hatásait figyelembe véve a kortársak hatására szervezi a programot, tehát azért, ha valaki kiszorul egy kicsit a perifériára, akkor az mégiscsak egy valamilyen fajta figyelemfelhívó. És hát az is, hogyha megváltozik a pénzkezelési szokása. Esetleg a pénzek, a zseppénz már nem annyira elég neki, adósságot csinál, vagy valamilyen módon megpróbál plusz pénzeket szerezni, akkor megint el kell gondolkodni, hogy mi az, amire költhette a gyermek így hirtelen ezt a pénzt, ha csak nem egy új autóval állít elő, mert akkor esetleg meg lehet magyarázni, de azért ezek olyan figyelemfelhívó, azt, hogy ingerlékenyebb lesz, hogy esetleg olyankor is felcsattan. Hát ugye ez megint egy nehéz kérdés, a serdülő gyerek ingerlékeny, tehát a serdülő gyereknél nem kóros, hogyha változik a hangulata, hogyha néha felcsattan. De azért érzi a szülő, hogy ez nem olyan, mint korábban volt.
ha azt veszi észre a szülő, hogy a gyerek nem olyan szívesen beszélget velem, mint régebben. Ez is lehet egy serdülőkori sajátosság, amikor egy kicsit a szülőtől visszahúzódik, de azért legtöbbször próbáljunk odafigyelni arra, hogy a változásnak mi az oka a gyermekben. És ha látjuk a változást, és sajnos rájöttünk, hogy ebben a problémával, ezzel a problémával küzdik a gyermek, akkor mi a teendő? Hát megint csak azt mondom, hogy beszélgessünk vele. Lássuk, hogy ez milyen mértékű. Lássuk, hogy ő ezt hogyan illeszti a életébe. Hogy ez egy mindennapos, vagy csak így kétszer-háromszor kipróbálta, hogy ez őnek ki mit adott, hogy mi történt. Mert ha azt látjuk, hogy ez egy súlyosabb probléma, rendszeresebben történik használat, akkor mindenképpen szakemberhez forduljunk. Ha azt látjuk, hogy egyszer-kétszer kipróbálta, akkor meg beszélgessünk vele. Beszéljünk. Nem is ezt kell mondani, mert az a legrosszabb, nem szabad ezt csinálni. Tehát ne papoljunk, ne adjunk utasításokat, ne próbáljunk meg most így felülemelkedni, és mint a bölcs felnőtt elmondani a tizenévesnek, hogy édes gyerekem, ez ha tudod, hogy milyen káros. De mindenféleképpen beszélgessünk a dolgokról, és talán hallgassuk meg, hogy ő mit gondol, unatkozik, nem tudom én, azt érzi, hogy nem olyan jó helyen van az iskolában, azt érzi, hogy kudarcai vannak, vagy azt érzi, hogy nem ismerik el, tehát arra a lelki dologra próbáljunk megrezdülni, amit esetleg a gyermek megfogalmaz, vagy azt, hogy elveszítette a kapcsolatot a társaival, ebben próbáljunk meg segíteni, és talán, hogyha azt a részt próbáljuk meg kezelni, ami miatt elindult egy olyan fajta kíváncsiság, még nem is a kíváncsiság, hanem inkább a gyakoribb használat, ott próbálunk tudni beavatkozni, akkor lehet, hogy eredményesebbek vagyunk, mint hogyha most elkezdünk ilyen bezárjuk, elkezdjük. Nagyon sok szülő ilyenkor megpróbálja izolálni a többiektől, ellenőrizni, hogy hová ment, mit, viszont ez a nagyfokú ellenőrzés, a gyerek azt érzi, hogy őt folyamatosan nézik, sakban tartják, ráadásul a szülőnek ezerféle eszköze van, hogy nézze a gyereknek minden mozdulatát és rezdülését, akkor az inkább csak az ellenállás szokta növelni, hiszen tudjuk, a 3 évesnek se lehet azt mondani, hogy ezt nem lehet, hanem terelni kell a figyelmét. A szakemberek akkor vannak Nyíregyházán, ezt a kábítószerügyi egyeztető fórum megléte is mutatja, tehát hogyha ilyen probléma adódik, akkor van kihez fordulni. Így van, szakembereket lehet találni az egészségügyi ellátórendszeren belül ambuláns ellátás, lehet találni pszichológusokat, lehet találni konzultánsokat, akik igazából tanácsot tudnak adni a szülőnek, a gyereknek, lehet találni civil szervezeteket, ahová lehet fordulni, és lehet azt találni egyházon belül, tehát lehet találni olyan közösségeket, ahol segítséget kaphat a gyermek, és esetleg el tudja fogadni, hiszen nem mindenki mindenfajta segítséget tud elfogadni. Van, akinek az egyik segítség áll, jobban van, akinek a másik. És egyébként meg azt mondjuk, hogy nem tiltani kell, meg nem megakadályozni, hiszen nem tudjuk a világot megváltoztatni, hanem erősíteni kell abban, hogy ellen tudjon állni. És ez az az erősítés, hogy jók legyenek a társas kapcsolatai, hogy kíváncsi legyen, hogy tanuljon, hogy érdeklődő legyen, hogy céljai legyenek. Ebben tudunk segíteni nekik leginkább. Doktornő, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Szerdáig lehet szavazni az Aktív Magyarországért program évkerékpárútja versenyének jelöltjeire. Ezek között ott van a mintegy 50 km hosszúságú Beregi kör is, amely érinti többek között Gergely Ugornya, Tákos vagy Csaroda látványosságait. A pályázat célja, hogy minél több vonzó bringás helyszín váljon híressé, és hogy minél többen fedezzék fel a kerékpározás közben hazánk tájait. Szavazni az Aktív Magyarországért program közösségi oldalán lehetséges. Innen a Gergely Ugornyai üdülő övezettől indul, és itt zárul a Beregi kör. A Felső-Tisza vidékének 50 kilométeres bringás útvonala a térség természeti kincsein és történelmi helyszínein vezeti végig az aktív sportolás kedvelőit. A számos települést magában foglaló, mintegy 50 kilométer hosszúságú kör közönség szavazás alapján akár az évkerékpáros útvonala is lehet az Aktív Magyarországért programjában. A Facebook oldalon találkoztunk azzal a lehetőséggel, hogy az Aktív Magyarország az országban 11 meghirdetett kerékpárút közül az év kerékpárútját szeretné kiválasztani, és nagy lendülettel indultunk ehhez a lehetőséghez, hogy a Beregi kör nyerje ezt meg, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében található.
A meghirdetésen kötelező volt annak a kiírásnak megfelelni, hogy minden kerékpárútnak ki kellett egy 50 kilométeres szakaszt jelölni, ami lehetőség szerint a legszebb, a legjobb, a legérdekesebb, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Felső-Tisza vidéke kerékpárúton a Beregi kör került megjelölésre ezen az 50 kilométeres távon. Nagyon szép településeket érint ez az 50 kilométer, indulva Gergely-Ugornyáról, tovább haladva az Árapasztón, Tákosra, Csarodára, Hetefehércsére, Márokpapiba, Tarpára, majd Tivadar, Gulács, Jánd és vissza Gergely-Ugornyára, itt ér véget ez az 50 kilométer. Hogy miért is szavazzanak erre a Beregi körre? Gergely-Ugornyáról indulva egy csodálatos szabad strand ad lehetőséget arra, hogy a Tisza vizében felfrissüljenek az ide látogatók, főleg ha már a kerékpárral egy kicsit kifáradtak, elfáradtak. Majd Gergely-Ugornyáról kerékpárút vezet be Vásárosnaményba, ahol a Beregi Múzeum várja a látogatókat, ahol iskolatörténeti kiállítás régiségek gyűjteményét tekinthetik meg, illetve foglalkozások várják az ide látogatókat, ahol tapasztalati úton juthatnak el az ismeretek a turistákhoz. Közvetlenül a Beregi Múzeum mellett a Hunor vadász kiállításon vehetnek részt az érdeklődők, ahol 4 kontinens vadász trófeáit nézhetik meg, interaktív anyag segítségével, kíséretében hanganyag és képanyag teszi érdekesebbé ennek a vadász kiállításnak a megtekintését. Nagy emlősök, kis emlősök és madarak tekinthetők meg ezen a vadász kiállításon. Hogyha a Vásárosnaményból tovább haladunk, az Árapasztón, Tákoson, a mezitlábas Notre Dame, ahogy környékünkön emlegetik, egy gyönyörű kis templomot tekinthetnek meg a turisták, illetve a templom mellett egy gyönyörű szép tájház várja a látogatókat, ahol a Beregi keresztemes hímzést láthatjuk, ami hungarikummá vált már. Ha tovább haladunk az Árapasztón, akkor Csarodán egy árpádkori templomot nézhetünk meg, ami a Mosolygó Szentek temploma elnevezést kapta. Európa szinten az egyik leghíresebb templom a Tákosival egyetemben. Tovább megyünk az Árapasztón, akkor Hetefehércsét és Márokpapit elhagyva Tarpára érkezünk, ahol iparművészeti emléket nézhetünk meg, a szárazmalmot Tarpán, és föl lehet menni a Nagyhegyre, amit a tarpaiak Szőlőhegynek hívnak. Ez egy 154 méter magas hegy, tanösvény vezet fel a hegynek a tetejére. Nem szabad kihagyni ezt az utat, mert fölérve a hegynek a tetejére a Kárpát-hegy vonulatait láthatjuk már. Tarpán is egy gyönyörű szép templom van, amit érdemes megnézni, illetve ugye Esze Tamás szülőfaluja Tarpa, és ott a Rákóczi szobor, az Esze Tamás szobor, illetve dombor művek dicsőítik Tarpa hírnevét. És át lehet térni Tarpáról már a Tisza töltésre, Tivadaron, Gulácson és Jándon keresztül lehet visszaérkezni a kiinduláshoz Gergely-Ugornyára. Jándon egy kikötő várja a kerékpárosokat, vagy akár ha gyalog szeretnének valakik túrázni, ahol egy órás utat tehetnek meg hajóval a Tisza folyóban. Nagyon jól állunk a szavazattal, köszönet ezúton is azoknak, akik mozgósították a Facebookon keresztül az érdeklődőket. Ezúton is buzdítanék mindenkit, hogy keressen rá az Aktív Magyarország Facebook oldalán a 11 kerékpárútra, és abból a második az, ami a Beregi kör elnevezést kapta, és hogyha felhívtam az érdeklődésüket, tetszik ez a kerékpárút, akkor szavazzanak még, ha nem tették meg a Beregi körre. Vásárosnamény környékén nagy hagyománya van a vadászati, vízi és kerékpáros turizmusnak, a város számára pedig komoly presztízst jelent a verseny.
Nyilván marketing szempontból minden első helyezés fontos, és mi, amikor belevetjük magunkat bármilyen típusú versenybe, azt azért szeretnénk megnyerni. Nyilván mindig el szoktam mondani, hogy ahol az M3-as autópálya véget ér, Vásárosnemény a Beregszéve ott kezdődik, és most egy olyan kört illesztettünk rá erre a végpontra, ami bejárja a Bereget. Nagyon sok települést érint, de miért is fontos nekünk az, hogy ez a kör fölkerüljön Magyarország kerékpáros térképére. Nagyon sok olyan lehetőség van a térségben, ami a turizmust erősíti. Gondolok itt a vadászati turizmusra, a horgászati turizmusra, a kerékpáros és a vízi turizmusra, és ne menjünk el semmiképpen sem a középkori templomok útja mellett, hiszen ez egy olyan múltbéli örökség, amely a Szatmárt és a Bereget egyaránt érinti. Nagyon fontos számunkra, hogy a turisták ne csak kétszer járnak hozzánk, először és utoljára, hiszen meg kell becsülnünk őket, mert a legjobb turista a visszatérő turista, aki magával hozza a családját, a gyermekeit, és együtt járják be ezt a vidéket. Nagyon fontos az, hogy amikor a vándortáborok elindultak, akkor észrevettük azt, hogy 10-15 percen belül az összes táborhely és táborozási lehetőség megtelik, és nincs további mód a feliratkozásra. Épp ezért ragadtuk meg ezt a lehetőséget is, amely kapcsán egy olyan programot és egy olyan kört illesztettünk be az országos programba, ahol úgy emlékszem, hogy 11 kört láthatunk, és ebből szeretnénk mi majd az élen végezni. Egy speciális dolgot is kitaláltunk erre, ami nem pontosan ide kapcsolódik, de mégis kerékpár. Szucsányi Magocsadit képviselő asszony felvetette azt, hogy mi a városunk 45 éves lesz az idén, mi lenne, hogyha egy 45 kilométeres kerékpáros versenyt is beillesztenénk majd ebbe a programba. És ezért is tartottuk fontosnak, ha már egyszer van a beregi kör, ha már egyszer 45 évesek vagyunk, akkor mozduljunk rá. De ezzel nem volt vége a megbeszélések sorának. Vannak olyan sportbarátok, akik rendszeresen gyalogolnak, futnak, úsznak, kerékpároznak. Így most kitaláltunk egy olyat, és ez tegnap esti friss információ, hogy nem csak 45 kilométeres kerékpározásra kerül sor, nem csak 45 kilométeres futásra vagy gyalográsra, hanem lesz egy 45 kilométeres összetett úszótáv is, amelyre várjuk majd ugyanezen a napon 27-én a jelentkező gyermekeket, amikor is úgy tervezzük, hogy a kerékpározás és az úszás, valamint a gyaloglás és futás együtt azt a 45-ös számot mindenképpen emelje a magasba, hiszen ez a csodálatos település megérdemli azt, hogy az itt élők egészségesen éljenek, minél többet mozogjanak. Szavazni szerdáig lehet az Aktív Magyarországért közösségi felületén. A 11 jelölt közül a Beregi kör már több mint 1000 kedvelést gyűjtött be, ezzel jelen pillanatban első helyen áll a versenyben. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorra, szerdán este jelentkezünk, akkor a Magyar Honvédség fejlődésével is foglalkozunk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!